Szigeti István testnevelő emlékének adóztak az elmúlt hétvégén a szép számban megjelent kollégák, barátok, egykori diákok a családtagjai mellett a róla elnevezett tornacsarnok előtt. Szűcs Levente, az Erkel gimnázium igazgatója beszédében hangsúlyozta, nagyon büszke arra, hogy barátjának tekinthette az egykori atlétaedzőt, aki emberségében is kiemelkedő példakép számára. Egyik motorja lett a minden decemberben megrendezésre kerülő nyugdíjas pedagógus találkozónak, és azt gondolom, hogy sajnos most már egy picit egy üres asztal persze ott hagyunk majd az ő emlékére, de ha ő nem lett volna, ezek az események is sokkal kevésbé lettek volna szívesek. Kereskényi Miklós egykori igazgató laudációjában rámutatott, a jó tanár nem hal meg, hanem tovább él emlékeinkben. Szigeti István pedig igazán jó tanár volt. Szigeti István tanár úr meghalt, és mi minden gondolatunkkal, szavunkkal, megfogalmazatlan érzésünkkel feltámasztjuk őt, tehát él. Nehéz sorsa, tanár sorsa, de hivatása, és ez a hivatás lehetőséget teremt számára, számunkra, hogy hosszú ideig még halhatatlanok maradjunk, vagy maradjon. Alt Norbert alpolgármester személyes hangvételű gondolataival emlékezett az egykori sportemberre, hangsúlyozva emberi tartását, őszinteségét. Nem szerette a kertelést, az alakoskodást, közelsége az álcákat egyből a porba döntötte. Egész egyszerűen, amit mondott, afelől nem lehetett kétsége senkinek. Számára a diákok nem csak diákok, hanem egy hasonlattal élve, növekvő facsemeték is voltak, akiket nem csak sorba ültette, hanem a felesleges ágakat róluk lemetszette, a vadhajtásokat visszavágta, éppen ezért az általa ültetett facsemeték ellenállóbbak, edzettebbek lettek az idő viszontagságaival és kihívásaival szemben. Zinger Attila többszörös válogatott versenyző, barát közösen tisztelget a jelenlévő sportolókkal az egykori sporttárs előtt, aki hangsúlyozta, olyan barátra lelt Szigeti István személyében, amely csak keveseknek adatik meg. Nekem nagyon sok barátom van a világ összes tájékán, híres világklasszisok, olimpiai bajnokok, Szergej Bubka, Javchenko, Stola, sorolhatnám, de olyan ember, mint Sziget István, olyan nincsen. A megemlékezésen egy egykori és mai tanítvány, Kelemen Endre és Király Attila is méltatta edzőjük következetességét és segítőkészségét. Az ember találkozik egy olyan igazi tanár egyéniséggel, aki meghatározhatja az élete folyamán tevékenységét. Szigeti tanár úr pályája, tudom, nem volt egyszerű, mindig mindenért meg kellett küzdenie. Egy fegyelmezett, határozott és következetes, mindenekfelett következetes ember volt. Edzései még tartalmasabbak és még munkásabbak voltak, mint a tornacsarnok falai közötti órák. De mi csináltuk a ránk kiszabott munkát, mert csinálni akartuk, és Szigeti tanár úr ehhez adott nekünk segítséget. A megemlékezés a tornacsarnok oldalán elhelyezett emléktábla leleplezésével zárult.